Várnagy Andrea és tanítványa játszották el az egyik Liszt Ferenc rapszódiát. A zongora művésznő vezetésével egy 5 napos zenei tábor zajlik Alsómocsoládon, ahol többek között ilyen művekkel is megismerkedhetnek a résztvevők. Most az egyszülős családoké a főszerep, akik a zenehallgatás mellett a szerzők életébe is bepillantást nyerhetnek. A foglalkozás vezető stábunknak elmondta, célja, hogy megkönnyítse az egyszülős gyerekek zenetanulását. Akár logisztikailag, hangszervásárlás szempontjából is, sőt az egyszülős központban én havonta be fogok jelentkezni, lehet hozzám jönni, akár online módon is, és mögénk át a Magyar Zeneiskolák Országos Szövetsége, tehát az egész országon belül megkönnyítjük az egyedül maradt gyerekek, az egyszülővel maradt gyermekeknek a zenetanulását. A program az egyszülős központ szervezésében jött létre. Rengetegen érdeklődtek a lehetőség iránt, így a jövőben még több ilyen és ehhez hasonló tábort rendeznek majd. Várnagy Andrea szerint ez egy nagyon jó kezdeményezés, számára is sokat jelent, ha segíthet a rászorulókon, a nehéz helyzetben élőkön. Ezen a héten pedig nem csak a gyerekek, hanem szüleik is kikapcsolódhatnak. Ez mennyire fontos, hogy azért egyszülősként az összes fizikai, lelki feladat azért egy szülőre hárul a hétköznapokban. És hogy mennyire szükségük van itt a szülőknek is arra, hogy együtt beszélgessenek, hogy az ő életük is, az ő lelkük is színesedjen, töltekezzen. A tábor ideje alatt mind a gyerekek, mind a szülők új ismeretekre tehetnek szert, de kézműveskedhetnek is, sőt közösen énekelnek és táncolnak is a résztvevők.